A tankönyvpiac helyzetéről szóló írás volt délután az úgytudjuk.hu címlapjának tetején. A cikk arról szól, hogy végleg kiszorulhatnak a nem állami könyvek az iskolákból. A napokban induló online újság kiadójának többségi tulajdonosa Ungár Péter az LMP képviselője, aki az utóbbi időben több helyi közösségnek készülő weboldalt is indított. Az úgytudjuk.hu-t plakátokon is szerették volna hirdetni Szombathelyen, ám a vállalkozó, aki a plakáthelyeket bérli, az utolsó pillanatban visszalépett. Szóbeli ígéretet kaptunk arra, hogy ez megtörténhet egy olyan cégtől, ami korábban is dolgozott mindenféle helyi médiummal, mégis ezt követően ez az illető a plakátcég tulajdonosa ezt lemondta, és többünknek is azt állította, hogy ennek politikai okai voltak. A minimalista dizájnnal készült plakátot mutatja a főszerkesztő, a legolcsóbb megoldást keresték a hirdetésre. Farkas Balázs azt állítja, a vállalkozóval már az árban is megállapodtak. Kezdő oldalról van szó, így meglehetősen szűkösek az anyagi körülményeink, tehát hogy a szóba sem tud jönni, hogy mondjuk egy óriás plakáton elhelyezzenek minket, vagy más egyéb reklámfelületen ezek milliós vagy másfél milliós tételt képviselnek. A plakátolást végző vállalkozót telefonon értük el. Azt mondta, hogy ő nem kötött megállapodást a kiadóval, sőt, egyáltalán nem emlékszik arra, hogy ilyesmivel megkeresték volna. Kértünk tőle interjút, de nem nyilatkozott. A média kutató szerint mindez jó példája annak, hogy a vidéki nyilvánosság már szinte teljesen kormányközeli vállalkozók kezében van. Helyi szinten még sokkal nagyobb a kiszolgáltatottság a politikának, tehát sokkal kevésbé mernek helyi hirdetők, például újonnan induló ellenzéki médiában hirdetni, még sokkal kevésbé lehet eljutni a közönséghez. 2016-ban kezdődött az átrendeződés a vidéki médiában. Andy Vajna két, Heinrich Pecina, osztrák üzletember három vidéki újságot vásárolt. Ő volt a tulajdonosa a Népszabadság kiadójának, amikor bezárták az országos napilapot. Mészáros Lőrinc érdekeltségébe 13 megyei napilap és a hozzájuk tartozó online felületek kerültek. A tulajdonosváltással egységes lett ezeknek az internetes oldalaknak a megjelenése, és bár más területen érdekeltek, a tartalom jó része egy központi szerkesztőségben készül, és szinte szóról szóra megegyezik.